reggeli füstjelek. Szeretettel köszöntök mindenkit! Ma reggel olvassuk el Prédikátor könyvéből a 3. fejezetből az 1. verset, és a 7. versnek olvassuk el a 2. részét. Így olvassuk. Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak. Azt mondja a Biblia, azt mondja Bölcs Salamon az Isten lelkétől ihletve, hogy mindennek rendelt ideje van. Ideje van annak, hogy szóljunk, ideje van annak, hogy hallgassunk. A beszéddel többször foglalkoztunk már, de nézzük meg, hogy vajon a Biblia mit mond a hallgatásról. Vajon a hallgatásról beszél-e az ige? Föltehetném azt a kérdést, hogy vajon mi könnyebb nekünk, beszélni vagy hallgatni? Ugye nyilván embere válogatja és élethelyzete váltogatja, de ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy ahogy beszédben többféle beszéd létezik, ugyanúgy többféle hallgatás is létezik. És ebből szeretném, hogyha néhányat megnéznénk most a ma reggel folyamán, háromféle hallgatást, ha megnéznénk, háromféle jó hallgatást. Vannak rossz hallgatások is, de van jó hallgatás, ideje van a hallgatásnak. Nézzük meg mindjárt az első hallgatást. Jobb könyve arról beszél, hogy amikor Jobb rendkívüli fájdalmakkal és csapásokkal megterhelve a barátaival együtt ül, megtudják a barátai, hogy mi történik Jobbal, elmennek hozzá, és látva az ő mérhetetlen fizikai és lelki gyötrelmét, azt olvassuk Jobb könyve 2. fejezetében, a 13. versben, hogy és ültek vele 7 napon és 7 éjszakán a földön, és nem szólt egyetlen egy szót egyik sem, mert látták, hogy igen nagy az ő fájdalma. Mit tettek ezek a barátok? Ezek a barátok egyetlen egy szót nem szóltak 7 napon keresztül, mert látták, hogy milyen mélységes fájdalma van Jobbnak. Ezt a fajta hallgatást, amikor valaki ilyen nagy fájdalomban van, és mi hallgatunk, milyen jelzővel lehetne ellátni? Azt lehetne mondani, hogy ez az együttérző hallgatás. Az együttérző hallgatás tud segíteni a másik embernek. Hát nem csak egy beszéddel lehet valakit vigasztalni. Én saját tapasztalatomból tudom azt, hogy sokszor, amikor valami fájdalom éri az embert, vagy valami nagy nehézségben van az ember, sokszor az együttérző hallgatás, amikor a másik átérzi az én bánatomat vagy a terhemet, és hallgat, esetleg átölel, sokkal többet tud sokszor jelenteni, mint felszínes szavak. Igen, együttérző hallgatás. De hadd kérdezzem meg, hogy vajon a másik ember megérzi-e rajtam, hogy én most vele együttérzően hallgatok, vagy egyszerűen csak hallgatok, mert most érzem, hogy azért most nem kellene beszélni. Én azt hiszem, hogy mindannyian el tudjuk mondani, hogy meg lehet azt érezni, amikor valaki szívéből együtt érez velünk, vagy csak egyszerűen most úgy érzi, hogy jó, most akkor most nem szólok, de igazából nem érzi át az embernek a fájdalmát. Igen, az együttérző hallgatásban nagyon nagy vigasztalás, bátorítás tud lenni. Ismerjük azt hiszem a mondást, hogy igen, a megosztott bánat, az fele bánat. Hogyha együttérzést tapasztalunk, már szinte az ember lelkén könnyíteni is tud ez. Nézzünk meg egy másik fajta hallgatást. Inkább elmondok egy rövid élethelyzetet, és vajon milyen jelzővel látnánk el ezt a hallgatást. Mondjuk valaki hazajön, az egyik családtag, és látjuk rajta, hogy nagyon fáradt, és eléggé úgy rossz kedve van, és a családban történt valami olyasmi, ami szintén egy megoldandó probléma, valami nehezebb helyzet, de mondjuk nem abban a pillanatban kell elmondani, de mondjuk látjuk rajta, hogy hazajön, és akkor elkezdjük mondani neki azt az adott problémát, amiről esetleg tudjuk, hogy amúgy is ingerli őt. Akkor az ilyen helyzetben bölcs dolog, hogy elmondunk egy problémát.
amit lehet, hogy tényleg aktuális probléma is majd meg kell oldani, de ilyenkor az ember inkább hallgasson. Várjuk meg azt a pillanatot, amikor úgy érezzük, hogy a másik inkább befogadó rá. Ez a béke szerető hallgatás. Amikor tudom, hogy esetleg valamit kéne mondani, de most a másik nincs olyan állapotban, vagy valamilyen problémát, más problémát föl akarnék vetni, amiben esetleg változtatni kéne a másiknak, de most nincs olyan helyzetben, akkor inkább tagadjam meg magam, és ne szóljak, mert esetleg a beszéd az valami vitát, vagy nem tudom, valami olyasmit generál, amit jobb lenne elkerülni. Igen, van, amikor az embernek béke szeretően kell hallgatni, és várni a megfelelő pillanatot, amikor az ember szólhat. Hányszor tapasztaljuk az életben, hogy nem mindig akkor van ott az ideje a szólásnak, amikor történik valami. És még egyfajta hallgatást szeretnék megemlíteni, ami szintén egy csodálatos hallgatás, hogyha az ember ilyenkor igazából tud hallgatni, amikor az embert bántás vagy sértés éri. Ilyenkor nem visszavágni, hanem hallgatni. De hadd kérdezzem meg, hogy ilyenkor is hallgathatunk-e többféleképpen? Vagy csak egyféleképpen, persze hát hallgatunk, nem szólunk vissza. Hadd mondjam, igen, lehet többféleképpen hallgatni. Lehet egy ilyen sértésre, vagy egy ilyen szituációra, lehet úgy reagálni, hogy hallgatok, de közben szinte csikorgatom a fogam, és nem, azért sem fogok egy szót sem szólni, de lehet érezni az emberben azt a feszültséget, amit a másiknak a megjegyzése, vagy valami kiváltott, és lehet hallgatni alázatosan, csöndben. Jézus életében is hányszor látjuk ezt. Mondtak neki valami nagyon bántó, valami sértő dolgot. Sokszor Jézus úgy tett, minthogyha meg sem hallotta volna. Nem háborodott fel. Vagy sokszor, amikor mondtak neki valamit, akkor elgondolkodtatta őket azon, hogy hát most tényleg jogos volt, amit mondtak. De Jézus nagyon sokszor, a legtöbb esetben Jézus hallgatott. Igen, ez a nemes hallgatás. Amikor nem kérjük ki magunknak azonnal, hogy ezt hogy képzeled, hogy ezt nekem mondod, hanem a mi ügyünket az Istenre bízzuk, az igazságosan ítélőre. Igen, ez a nemes hallgatás. És én kívánom azt, hogy az Isten tanítson meg bennünket az ő lelke által idejében szólni, de tanítson meg bennünket idejében hallgatni is.